A viszontlátásra. Igen. Honnan ismerjük fel ezt a... ezt a veszett állatot? Habzik a szája... A... Kócos esélye! Ilyen hangokat ad ki. Na lányok, kész vagytok? Elindulhatunk? Igen! Sziasztok! Egészen bocsánat, hogy így belerondítok a családi idillbe, de szeretném megmondani, hogy ha drágalátos picikéi még egyszer lerugdossák a cserepes növényeimet a lépcsőn, hát én nem állok jót magam, én olyan cirkuszt fogok rendezni, hogy nem lesz még egy olyan. Lányok, na, kérlek szépen, jó? Jó napot kívánok! Máté Bence vagyok, az Ötvös Lórán Tudományi Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke, valamint klasszika filológia hallgatója. Ezek mellett a Róza udvarlója. Elrabaltam esetleg a hölgyeményt? Persze. Természetesen a saját autómmal és az iskolába. Kétedre, hogy idefele jövök, csak úgy. Na, lányok, most már tényleg így jövök, kérlek szépen, mert most már tényleg. Sziasztok. Menjetek. Gyere, Anna! Jó. Hát szép jó napot, csak nem egy jövendőbeli munkatársat látnak szemeim. Mi tudja, mi pozitívokat értékesítünk, mert a kosz az rossz. Az viszont, hogy itt van, az csodálatos, majdnem annyira, mint a legújabb modellünk, a szippancs, szívj és alakítsd át a házad, porszívó. Tényleg, most jut eszembe, utána néztem, megnéztem az adatait, mármint csak tudja, ahogy azt kell. És hát, amit láttam, egyszerűen lenyűgözött. Tényleg, de nem is firtatnám, mert a múltat mintha jobb elfelejteni, akárcsak a koszt. Elnézést. Elnézést, mademoiselle, ne haragudjon, de 20 perc várok arra, hogy ki tudjam venni a pénzemet az automatából. Ja, elnézést, csak a PIN kódomon gondolkoztam. Igen, csak én is sietek, tudja, és hát egy kicsit meg tudná... Nóra! Iparkodjon, jó? Jó. Nóra, te vagy az? Jézusom! Ezer éve nem látalak, hogy vagy? Jó. Jó, figyelj, nem húzom sokáig az idődet, gondoltam, szólak. Figyelj, mostanában egy ilyen nagyon-nagyon fura alakít mászkál az utcákon, és három lányod van, nem? Na, akkor gondoltam, hogy ezért szólok, hogy inkább kerüld el, meg így vigyázz. Nekem ezzel szerencsére nem kell foglalkoznom, mert az én szabikám fiú, úgyhogy ezzel itt nincs probléma. Csak úgy vigyázz, jó? Jó napot, két életet, egy nagyon szeretem! Szabikám! Engeded a mocskos lánynak a kezét! Haza tudtam ugrani a munkából, 20 perce van valami kaja itthon, amit elvihetek magammal, nem? Hát a konyhában van egy fél szendvics, azt elvihetett, ha akarod. Jó, és a holnapi céges bulit ezt ne felejtsd. Jó.
Jaj, hát Nórikám, hát szervusz, hát annyira szerettem volna már veled beszélni, gyere csücsüljünk le, tudod? Hát én annyira szeretek órákat tartani az édes kicsi, drága, egyetlen, jó, és adja bögyörű kis édes drágácskádnak. Hát, no, Petra, ugye? Petrának annyira sok gyerekem van, mindegy. Az a lényeg, hogy egyszerűen annyira furán dolgozik. Tehát, hogy így van, meg így csinálja a dolgokat, meg minden, de hogy így, nem tudom, én szerintem egy kicsit furába kellett élni, igen? De mindegy, ezt majd megbeszéljük. Nagyon örültem, hogy... 3000 eset ez lesz. Tessék? 3500 lesz. A festék, az eset és a ragasztó. Hát, most nálam nincs ennyi pénz. Megoldhatjuk máshogy is. Mondom, megoldhatjuk máshogy is. A kártyával. Persze, kártyával. Majd jól lehúzzuk meg, megbasszuk. Hanna edzésre ment, Pauza meg valami gyűlésen meg, vagy hasonlók. Alszunk? Én még nem aludnék. Hát bekapcsoltad a tévét, hogyha akarod. Az most nincs kedvem. Akkor beszélgessünk még. Az előbb beszélgetni, ha? Akkor megmasszírozzalak? Anya, valami hangok vannak a szobámban. Milyen hangok? Hát, ilyen hangosak. Az a kattogás? Azt megbeszéltük, hogy az, hogy a vezetékekben végigmegy a víz, és annak ilyen kattogó hangja van, nem kell tőle félni. Holnap reggel megszerelem, jó? Jó, akkor alszom a Hannánál. Furcsa volt ma az a rendőrem. Ja, elég furcsa volt, igen. Szerintem értettük volna úgy is, hogyha nem mutatja meg, hogy hogy néz ki. Ja. Nem tudok aludni a Petrától. Most légy szíves, próbálj meg, mert nem tud a szobájába aludni. Vagy hogyha nagyon nem megy, akkor menj ki a nappaliból. Jó, ne haragudj, nem kapottam, nem baj? Nem baj. Jó, de nem haragszol? Nem haragszom. Biztos? Biztos. És új eskü? És új eskü. Jó. Bocsánat, jó éjszakát. Jó éjszakát. Nem haragszom. Jó. Végül is ezért vannak az embernek gyerekei, nem? Marci nem hívott könnyet? Nem. Majd biztos fog. Biztos valamikor majd? Hát,
ilyen az az egyetemista élet. Ja, ja, ja. Megvan a saját élete most már még. Igen. De majd fog hívni. Majd felhív, igen. Anya, nem tudok aludni. Valakik vannak a szobában. Magasak és feketék. A sötétben alig látom őket. A falnál állnak olyanok, mint az árnyékok. Mintha megindulnának, anya, ezek mozognak. Közelednek felém. Anya, ezek már itt vannak mellettem. Olyan ismerősnek tűnnek. Itt vannak, körbevesznek, magasan felém tornyosulnak, mint egy hatalmas hullám. Anya, nem akarok meghulladni. Ne engedd, hogy lemerüljek. Anya, fogd meg a kezem, még nem tudok úszni. Jó reggelt! Megint elaludtam. Mennyi az idő? Ilyen 8. Jó, gyerekek, kérlek szépen, ma reggel, kérlek, ne késnek el, jó? Anya, nem tudom, hogy a akkor mi legszívom generációs anyát be tudja fogadni ezt a kényelmére. Ma itt láttam rá, szociális média befolyása által, hogy ami itt ebben az országban történik, az az állapot egyszerűen tarthatatlan. Tarthatatlan a gyűlöletkeltés, a család! Nem látta valaki a zakómat ma? Egy üzletemberhez megyek, és muszáj felhúznom azt a zakót, mert különben senki meg fog nézni. Ha pontosan követnénk a finn oktatási rendszert, vagy négynapos munkahelyet nem a tartalánk, ahol tart! Álljon, kérlek szépen, szedjétek össze magatokat! Még mindig is meg a zakó! Na, kiveszekrényel lettem. Nagyon szeret. Lányok, szedjétek össze magatokat, jó? Azt most kérlek szépen máskor, jó? Ezt most máskor megírjátok, szedjétek össze magatokat, és indulunk, jó? Szívecske, puszi, van a hátul. Szia, anya. Sziasztok. Jó napot. Kisnemes Eperke vagyok. Az Öleld meg a szivárványt büszke tagja és jövendőbeli alelnöke. És nem mellesleg a Róza barátnője. Tudtam, hogy elítélnek egyszerűen, mert persze nem is jöttem. Már ki vagy a legszebb? Azért, hogy én vagyok. Nem, azonnal hagyjátok abba. Ezzel is megvolnánk? Elnézést, hogy megint hivatlanul betoppantam, de megszereltem a vízvezetéket, hogyha már egyetlen szerelő és maga sem volt rá képes, igazán szívesen. De ha legközelebb az összes mecseki kis forrást az én fejemre szeretnék engedni, hát szóljanak, aztán veszek egy gumicsónakot! Jó napot kívánok! Elnézést az ismétleges zavarásért. Azért jöttem tényleg csak, hogy közöljem, hogy a család autóját a budai vámi Tesco-nál találták meg, teljesen leszedálva, és egy telephelyre kellett szállítanunk. Itt a telephely címe. Amikor tudnak, menjenek. Aj, Nóri, én komolyan mondom, már nem tudom, mi van ezzel a világgal. Tényleg, döntsék el, hogy anya legyek, vagy markológép. Fogja már ezt, hogy ingassam a gyermeket, mert egyszerűen nem megy. Tényleg, én azt érzem, hogy ebben a világban a víz folyik, a pénzt meg mossák, az én zsebemnek száz. Komolyan, mit kell csinálnom? Rakjam ki a 100 fontos pagonyt az OnlyFans-re? Arra majd jön a lép? Dől a lép? Vagy mi lesz? Mi lesz ezzel a világgal? Maga gyönyörű! Jó napot kívánok, elnézést, alá tudna írni ezt a petíciót a tanárok miatt, mert tudja, hogy nekem 3 gyerekem van, és ki kell fizetni a fogszabályzóját az összesnek, és semmit nem keresek, mert csak egy nyomban tanár vagyok, és tudja, hogy mennyire rossz? Mit nem tudom kifizetni! Mivel van probléma? Látom, nem lennel. Nos, hölgyeim, a mai órány igazán különleges lesz, ahogy azt eddig is hallották tőlem. De ma eltérünk a melleiktől, a csíptől vonalig. Ez egy nagyon-nagyon fontos terep, mert ez nem más, mint a paradicsom. A
a kánoán, ahova nem szabad, hogy olyan magessék, amit nem nevelnék meg. Csak olyan virágot szabad ide ültetnetek, amiről szeretnétek, hogy kisarjadjon. És nem az a fontos, ami kívül van, hanem az ami a versedet. Hát, te meg mióta vagy itt? Hát... mi volt ez? Anya? Majd megérted akkor, hogy tudod, hogy milyen az, amikor nagyon-nagyon-nagyon akarsz valamilyen lenni. De tudod, hogy egyszerűen nem lehetsz olyan. Céges buli. Így akarsz jönni, vagy? Gyönyörű vagy. Bemegyünk a többiekhez? Gyere. Menj előre, én még elmegyek mostanában. Jó, de tényleg gyere be hozzám. Jó. Tudod, mi lettem? Tudod, mi lettem?
Könnyű? Nem, persze, hogy nem. De te ezt tudod, neked sem könnyű, én is tudom. Igen. Szülő vagyok. De elmondok neked valamit, amit nagyon jól jegyez meg. A nőnek az a dolga, hogy a férfi kedvére tegyen, a férfinek pedig az, hogy megvédje a nőt. Érted? Ez a lényeg. Csak bejövök már. Mikor érted már meg? Jó napot kívánok! Igen? Nem kell bemutatkoznom senkinek, igen. Köszönöm. De már így itt vagyok, ha már eljöttem, ugye? Igen, köszi. Akkor én írtam egy dalt lányomról, Nóráról, aki most is remélem otthon az édesanyjával van, remélem nem máshol. Úgyhogy ezt szeretném előadni. Ez róla szól. Thank you.
kérlek szépen, szedjétek végre össze magatokat, és induljunk el, jó? Napok óta folyamatosan elkésem a munkából. Érdes anyám! Nagy felismerésre ébredtem mába reggel! Mégpedig arra, hogy nem szabad belenyugodnunk abba, ami 1920. június 4-én történt a hazánkkal! Én akarok lenni a jövő új forradalmára, édesanyám, mert nekem fáj a trihagon! Édesanyám, én nem vagyok hajlandó elfogadni ezt a helyzetet, hogy elvették tőlünk, aki a bír! Hol van a céges autókulcsa? Hol van a céges autókulcsa? Nem láttad? Nem láttad valahol a kulcsot? Ki használta azt az autót? Szép jó reggelt a házigazdának! Tulipános ládáját adja ki a jánynak! Ez kicsoda! A mátkám! Isten áldása! Vezess csodaszarvas! Nora, kezd ezt túlzásba. Itt az ideje, hogy összeszed magad. Vegyél vissza kicsit. Van valami baj? Talán nem tetszik valami? Tudjátok, van, aki így él. Nuri. Minden rendben. Úgy nézel ki, mint egy kicsit félne. Elmondták, mi fog történni? Nem, biztos elmondták az ötöt. Van egy babád. Nagyon aranyos. Hogy hívják? Nyú. Figyelj, ő is bejöhet veled, jó? Nem lesz semmi baj. Ugyanak se lesz semmi baja, és neked sem, jó? Már várnak, de muszáj bemenni, jó? Semmi baj nem lesz. Minden el van készítve, mindenki neked vár. Köszönöm,
a bűnös jelvezetekünk. Tehát ez a mi kis titkunk marad. De ha megtudják, nagyon nagy bajban leszünk. Nem fog kiderülni. Jó. Kérlek szépen, most már szedjétek össze magatokat, és éljünk egyszer az életbe! Rendesen oda! Segíts! Mi nem költöztek ma! Legyél nem magad! Az úcsi! De én szeretem! De én nem! Összeszedtétek magatokat? Elindulok minden, jó? Megvan mindenki, megvan mindenki, mindenkinek a cucca, kélek szépen, induljunk már el! Van nem tetszik! Van is hát, Mórika! Mórika! Ritkán mondtam így. Ez egy olyan... Isten hozzád féle. Hát a motoraimat kivittem a gangra, ha kell belőle valami, akkor tétek. Ha nem, akkor meg dobjátok a romtanításra, amit bánom én. Tudod, azért nem gyűlöltelek ám benneteket annyira, mint hogy az kinézett. Hogy gyerekeket se utáltanám annyira. Csak amennyire egy gyereket normális esetben utálnak. Hát akkor
De jó. Szerencsés vagy te, Nóra. Vannak gyerekeid. Van családod. Csak az ízlésed rettenetes, hát hogy nézd? Érezned. Tudod, miért nem szabad? Mert nő vagy.
ugyanúgy nő vagyok, én is, és bármire képesek vagyunk, bármit megkaphatunk. Elmesélek önöknek egy történetet. Egy lányról, akit undorító középiskolában állandóan szekáltak és bántottak azért, hogy... Hogy nézel ki? Csúnya vagy? Kövér vagy? Nagy a lábon? Nyilván rosszul esett neki, de... De ő ezt igenis úgy fogta fel, hogy... Hogy nem! Nem engedi, hogy ezek a gondolatok befolyásolják, nem! Ezért, amint kilépett középiskolából, úgy döntött, hogy... Csináltat magának egy... Hát egy kis... mellett, és tett bele egy kevés implantátumot. Nagyon keveset, nagyon keveset. De utána azt érezte, hogy az övé lehet a föld, a víz, a fá, az erdő, mindent megkaphat, amit akar! Aztán ez elmúlt. Következő alkalommal, amikor mentem, akkor már nem csak a... Hát a cicimbe tettem, hanem egy kicsit a popomba is. De utána megint azt éreztem, hogy bizony enyém lehet minden, amit csak akarok. Aztán utána megint elmúlt. És ez így megy a mai napig. És tudod, mi ebben a legrosszabb? Hogy azok, akiknek én meg akartam felelni, és azt akartam, hogy ők ne úgy nézzenek rám, ahogy továbbra is azt gondolják, hogy ugyanolyan semmi vagyok, senkinek nem vagyok fontos, és ugyanolyan vagyok. Szervusz, Nóra! Szüleid itthon vannak? Tudom, hogy nincsenek itthon. Leülhetek? Milyen csinos vagy. Nagyon jól lesz is. Szoknya. Hallom, a nagylány vagy, ugye? Kendével. Előttem miért nem vagy nagylány? Na, félsz tőlem? Akkor... Nem is üdvözlesz? Nóra. Bántottalak én már téged valaha? Nem. Tudod, hogyha ez kiderül, mind a ketten nagyon nagy bajba keveredünk. Szia! Milyen volt a napod? Milyen volt a napod? Jó. Neked? Hát elment. A gyerekek? Rózsa valami gyűlésre ment. Petrát elvittem a fejlesztőre. Hanem egy edzésen. Marci hívott? Engem nem. Kéne neki utalni. Szerintem meg majd felhív minket, hogyha kell neki pénz. Hát jó, majd felhív, de most... Szerintem nem azért vagyunk, hogy csak úgy utalgassunk neki pénzt. Hát, de gyerekünk. Jó, de hívjon fel legalább, hogyha kell neki valami. De tök elfoglalt nyilván. Szerintem 5 perc azért, tehát hogy... 5 perc az csak lehetne arra, hogy fölhívjuk mindent, nem? Jó, majd úgy is fog hívni, de most légy szíves, utaljunk. Szólj rám holnap, hogy utaljak. De megint miért én szóljak? Mert tudod, hogy elfelejtem. Jó, de... Nóra, az a gondom... Az a gondom ezzel, hogy ez megint egy felelősség, érted? Megint nekem kell rá odafigyelni. De
Nem neked kell elutalni, csak mondom, hogy... Jó, de ennyi erőből én is elutalhatnám, nem? De nem kell. Megcsinálom én, csak el fogom felejteni. De egyetlen egy dolgot kérlek, csak tarts a fejedbe. Nem akarom én is, ért... Mi bajod van? Az a bajom, Nóra, hogy... Az a bajom, hogy hazajövök ebbe a házba, és nincsen itthon senki. Érted? Bejövök az ajtón, és sehol senki. De itt vagyok. Mikor kérdezted meg utoljára tőlem, hogy milyen napod volt? Most. De én kérdeztem előbb, nem? De nem mindegy. Nem mindegy. Hogyha igazán érdekelne, akkor te kérdeznél először. De ez nem ettől függ, hogy igazán érdekel-e. Megkérdeztem. Miután én megkérdeztem tőled. De ez teljesen mindegy. Azért kérdeztem meg én is, mert érdekel. Azt szeretném, hogy csak egyetlen egyszer az életbe hazajöjjek, és te megkérdezz tőlem, hogy milyen napod volt. Jó. Kende, milyen napod volt? De tudod, hogy nem, tudod, hogy nem így szeretném. Tudod, akkor jó? Akkor hogyan? Úgy, hogy tényleg érdekeljen. De érdekel! De nem! Tudom, hogy nem érdekel. Nem értem, mi bajod van? Nóra, nem vagy jelen. Az a bajom. Mindig csak az egyik sarokban állsz, és... Bármit mondok neked, észre se veszed. Folyamatosan el vagy tűnve. Tudod egyáltalán, hogy mi van a gyerekeinkkel? Igen. Honnan utál iskolába járni? A Petráról fogalma sincsen senkinek, hogy mi a baja. A Róza meg folyamatosan naponta váltogatja a személyiségét, mert fogalma sincsen, hogy ki ő. A Marci meg egész egyszerűen, hogy... Mi? A Marci meg mi? Tudod jól, akkor miért kérdezem? Kende, én nagyon igyekszem ám. Nem tudom, hogy ezt miért nem lehet látni, de én tényleg próbálkozom. Én jelen akarok lenni, de egyszerűen nem megy. És nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy milyen nap van. Nem tudom, hogy ma elmentem a házból, vagy itt voltam-e végig. Nem tudom, hogy elmegyek a gyerekekért, vagy... Fogalmam sincs. És évek óta ez megy. Én tényleg akarom, de nem megy. Hogyan kell jól lenni? Valaki mondja meg, hogy hogyan kell jól lenni, mert én nem tudom. Akkor miért csinálod ezt? Tudod miért? Mert a múltad miatt vagy? Nóra, nem tudsz mindig folyamatosan mindent a múltadra fogni. Nekem is van múltam. A gyerekeknek is van. Sőt, a szomszédnak is van. De ez nem ugyanaz. Akkor sem teheted meg ezt. Nem lehet. Thank you.
extra fizetem nálad? Nem, szüleim! Hajrá!